Sziasztok! A mai videó egy vlog lesz, és most jöttem az orvostól plusz vásárlástól, mert nem kaptam olyan túlzott a jó híreket az orvostól, és gondoltam, hogy akkor vásárlásba folytom a bánaton, és megvettem a kiszemelt szoknyát, amit amúgy is megvettem volna, de most még jó is esett. Amúgy is jól esett volna, szóval most extrán jól esett, akkor így mondom. Ugye, aki nem látta az előző videóm, az annyira nincs képbe, de majd belinkelem, hogy van egy kis problémám a gluténnal, nagy valószínűséggel, ezért levettek egy vért, amiből nem jutottunk semmire. Úgyhogy most beutalt az orvosom egy ilyen cuki kis vizsgálatra, vagyis kettőre, mert hogy így egyszerre fognak gyomor és bél tükrözést is altatásban végezni. Most már értitek, hogy miért kell azonnal megvegyem a szoknyát. Na mindegy, szóval igen, végül csak nem jutottunk semmire. A véreredménye nem talált semmit, elvileg jók az értékeim, úgyhogy mivel tényleg zavart okoz a glutén, ezért azt mondta, hogy mindenképp ki kell vizsgálni, hogy mitől van. Amit mondott jó hírt, hogy szerinte még mindig nem cöliákiáról van szó, hanem másról. Nem tudom, hogy magyarul ezt intoleranciának mondják, vagy allergiának, hogy fogalmam sincs, mindegy, nem értek ennyire hozzá, hogy ez pontosan mit akar, de azt mondta, hogy a tüneteim szerinte az, és hogy ez nem olyan rossz, mint mondjuk a cöliákia, mert ugye a cöliákia az szépen lassan leépíti és tönkreteszi a beleimet. Ez viszont nem. És van remény. Na mindegy, szóval most hazaértem, és hát most igazából erről nem is tudok többet mondani, mivel hogy még kell a kórházba egy időpontot kérjek megbeszélésre, hogy akkor mikor, vagy mi van, meg mikor tudnak ugye fogadni ezekre a vizsgálatokra, de ez szerintem pár hónapig még eltarthat, úgyhogy most így egy kicsit így maradunk ott, ahol vagyunk, és nem nagyon fog ezzel történni most semmi, mert hát ugye most voltam Urlauban, és július elején megint megyek, és közben pedig nagyon sok a munkám, úgyhogy most biztos, hogy nem, meg ő is azt mondta, a doktornő is, hogy szerint ez egy-két hónap, mire én ott úgy időpontot kapok, hogy magára vizsgálatra tettem, szóval az eltartott még egy pár hónapi. Úgyhogy majd szerintem ebből ilyen augusztus környéked lesz valami. Na mindegy, beugrottam boltba, mert még akartam venni joghurtot, meg a Christophernek tejszeletet. Mindig úgy akarom mondani, hogy ő mondja, olyan kis édes szója van, vagy szava van rá. Na mindegy, szóval tejszeletet. És találtam magamnak egy ilyet. Ez amúgy tök finom, mert ilyen puding, meg tejszínhab van a tetején, de most nem nagyon látszik a különbség, mivel hogy maga a puding is ilyen fehér színű, kókuszos. Mindent imádok, ami kókusz, úgyhogy szerintem ez biztos, hogy nagyon fincsi lesz. Vettem tejszeletet, egy Kinder Pingvit simát és egy epreset. Amúgy ez az epres nagyon finom. Nem sűrűnehetek sajnos. És még egy ilyen kis alcsit vettem a Krisztofárnak, hogy örüljön. Kis apróságot, mert ő tud örülni, ezeknek mindennek tud örülni, de így meg ez kis apróságoknak, akkor az jön a bölcsivel, akkor nagyon örül. Hogyha van. Ezt pedig most fogom enni, mert nagyon éhes vagyok. Ugyanis az orvos előtt kicsit ideges voltam, és nem tudtam enni. Aztán utána meg ugye elmentem vásárolni, és most már így 10:30-kor nagyon éhes vagyok. Úgyhogy bementem a bioboltba, ott egyébként tegnap is voltam, csak utána még el kellett menni bevásárolni, és ezért nem vettem ilyen fagyasztott terméket. Viszont most egyből hazajöttem, és azt most egyből meg is csinálom, már melegszik a sütő, úgyhogy most ismét bementem a bioboltba, ahol egyébként nagyon nagy választék van gluténmentes termékekből, és ezt a flammkuchent fogom most megenni. Ez ilyen vékonyabb tésztás, nem pizza, ennek ilyen vékony tésztája van, és általában úgy, mint otthon a kenyérlángost, ilyen tejföllel, sunkával, szalonnával, hagymával, ilyesmikkel fogyasztják. Úgyhogy remélem, hogy finom, mert már nagyon éhes vagyok. De mindjárt meg is nézzük, hogy hogy néz ki belülről, bár így fagyasztva nem sok extrát fog mutatni szerintem. Így egyelőre igen. Olyan, mint egy pizza, csak
a lap az olyan vékony, mint egy tortilla lenne, szóval az ilyen vékonyabb a lap. Hú, mindegy, ezt most megeszem. Ja, és elfelejtettem a szoknyát megmutatni, amit majd felhúzva is megmutatok. Ez egy ilyen fekete, semmi extra. És ezt már egyébként kinéztem múlt hónapban, csak eléggé drága szoknya, és úgy voltam vele, hogy ha még most is kell, akkor megveszem. Tudjátok, figyelek. Szóval nem úgy van, hogy már ilyen hirtelen vásárolunk, hanem ha kell pár hét után is. Most, hogyha ilyen 20 eurós tételről lett volna szó, nem, de ez 60 eurós szoknya. Szóval ennél úgy voltam, hogy tényleg csak akkor veszem meg, hogyha még kell. És még most is úgy gondoltam, hogy kell. Úgyhogy megvettem. Maga a márka az a neve, hogy Kleinigkeit. Tudom, hogy látjátok-e. És így rákerestünk, mert nem voltunk tisztában ezzel a márkával. Ez egy ilyen nem túl ismert, szóval nem ilyen fast fashion, nagyon hype-olt márka. Szerintem német márka, mert egy német weboldala van csak. De szállítanak Ausztriába is egyébként. Csak szállításon nem lett volna olcsóbb, úgyhogy inkább megvettem itt a boltba. És jó dolgok vannak fönt egyébként, úgyhogy szerintem, ha ez a szoknya beválik, akkor fogok még ehhez a márkához nyúlni. Mert ezt a H&M és társait hanyagolom így magamnak, ugyanis nem nagyon bírnak hosszú távon funkcionálni, tehát így konkrétan szétjönnek a pulóverek, és például amit novemberben vagy decemberben vásároltam, akkor bevásároltam magamnak téli pulóverekből, azoknak a felét dobhattam ki márciusba, mert szétjöttek. Ennek meg így nincs értelme, inkább akkor veszek drágább bér ruhát, ami mondjuk 2-3-4 év múlva is még használható, és ruha, nem pedig az, hogy egy tél alatt. Úgyhogy nem is non-stop azokat használtam, mert ugye többet is vettem, több pulóvert, és váltogattam, meg régebbi pulóvereim is voltak, szóval nem az volt, hogy minden nap az volt rajtam, és így is szétjöttek. Na, megyek, megnézem a sütőt, aztán majd még találkozunk. Na hát így néz ki a Flammkuchen, és kicsit tovább sütöttem. Nem tudom, ez így szerintem túl száraz lett valószínű. Meg tettem rá egy kis cheddar sajtot a tetejére, mert szeretem rá mindig a sajtot. Mint a kis hagymáktól félek, hogy ez túl sok lesz, azokért nem nagyon rajongok, de majd meglátjuk. Mindegyiket nem tudom sajnos leszedni róla, mert elég sokat raktak rá. De amúgy jól néz ki, nagyon semmen fincsi is lesz. Nagyon, ezt csak ajánlani tudom, mert nagyon finom. Jó ég. Nagyon jó. Egyáltalán nem száraz a belseje, mondjuk én tovább sütöttem szerintem, nem tudom, még egy jó 5-10 perce. Mert nem éreztem úgy, így nem volt ilyen piros, hanem még fehér volt mindenhol, és én azért szeretem, hogyha rendesen megsülnek a dolgok. Meg még tettem rá cheddar sajtot is, és így isteni jó. Tényleg. 4 euró volt, most megnéztem a papírt, 3,99 €. Ez az egy Flammkuchen, de fogok még máskor is venni, mert nagyon finom. Teljesen más a tésztája, mint mondjuk, ha egy pizzát eszel, egy séres pizzát, az nem ilyen finom. Az szárazabb. De ez kifejezetten puha, és az íze eszméletlen jó. Hú, tényleg. Ez nagyon jó, hogy megvettem. Szóval ezt csak ajánlani tudom, ezt a Flammkuchent, hogyha itt éltek, akkor próbáljátok. Na, Krisztófer elaludt, én pedig megfésülködöm, majd pedig intézem tovább a mosást, meg felmosok, mert az most már mindenképp kell. És haját is kéne mossok, persze. Mindent kéne mosni. Na, szóval haját is kéne mosni. És egyébként bejelentkeztem a fodrászhoz, júni 5-re kaptam időpontot, és le fogom vágatni a hajam. Most már biztos, mert mondtam a fodrásznak is, szóval most már nem fogok visszalépni. Nem is akarok visszalépni, mert nagyon-nagyon nehéz kezelni ezt a hajat. És mint látjátok, mostanában tényleg egyre többször csak fel van közve, mert nekem így egyszerű.
Meg például, hogyha ilyen mosás érett már, csak egyszerűen nem volt időm most megmosni tényleg semmikor, akkor nekem így, nem tudom, így kényelmesebb. Viszont ezt meg nem szeretem, hogy így ennyire el van hanyagolva, mert egyébként meg szerettem a hajammal foglalkozni régen, meg szerettem, hogy ilyen hosszú, de most így nincs rá időm, szóval szerintem a rövid haj az mindenképp jobb lesz, gyorsabban fog majd menni például egy hajmosás, meg így az ápolása is szerintem könnyebb lesz, ebben reménykedem most. Szóval nem gondolom meg magam, tényleg be fogom vágatni, és remélhetőleg akkor egy kicsit ápoltabb lesz. Ja. Na most felmosok, mert ide készítettem amúgy a vizet, és én ezt a padlóápolót szoktam használni, meg régebben mit vettem azt a zöld, nem tudom, hogy most mi a neve, ilyen virágos, ilyen tök jó illata volt egyébként annak a padlótisztítónak, viszont ez ilyen padlóápoló is, úgyhogy most inkább már ezt használom. Szóval szerintem most beleszagoltam. Szóval ezt gyorsan berakom a vízbe, felmosok, aztán nem tudom, mi mit csinál. Mi a mosást intézni? Gondolom. Megyek most felmosni. Eszembe jutott, hogy le akartam portörölni. Nyilvánvalóan, hogy ez felmosás után kell, hogy eszembe jusson. Nem mindegy, szóval most néztem rá, és láttam, hogy ezt le akartam törölni. Közben azért még mesélek egy kis sztorit, ugyanis képzeljétek el, hogy egyik nap arra lettünk figyelmesek, hogy ilyen folyamatos zúgás jön valahonnan. Nem is annyira folyam, mert így zúgott, de aztán így időnként abban maradt, aztán megint elkezdett zúgni, megint abban maradt. És azt találgattuk, hogy ez mi a jó élet lehet. Hát ez így egyik délután, vagy este felé kezdett el így folyamatosan zúgni. Aztán én mondtam a Péternek, hogy ez lehet, hogy valami, nem tudom, a szomszédok vettek valami akváriumot, vagy valami olyat, ami folyamatosan kibe kapcsol. Mondom, biztos valami szivattyú, vagy nem tudom, már nem, meg csak így gondoltam dolgokra. És addig-addig még másnap is hallottam ezt délelőtt, és este, mikor lefekvéshez készülöttünk, akkor is megint nagyon hangosan lehetett hallani. Aztán már a vizet is elég jól idegesítette, hogy mi lehet ez, és elkezdett így utána járni, hogy honnan jöhet a hang. Majd hát megtalálta a hang forrását. Gyakorlatilag itt az ajtónk, a bejárati ajtónk mellett van egy ilyen nagy cipőszekrény, és azt elhúzta, amögött pedig van egy ilyen, mit tudom én, ekkora, ilyen kis fehér fém ajtó, amit ilyen speckó izéval lehetett kinyitni, és kinyitotta a Péter, és minket látunk ott, hát ilyen nagy csöveket. Én nekem egyből beindult a paragépezet, hogy tuti a kazán, az fel fogunk robbanni, és Péter még nézett rám, hogy miért meg fogunk felrobbanni, hagyjad már. Nem értek ezek ez a kazán dolgokhoz, de hát na, most mit lát az ember? Nagy hatalmas csöveket, ez valami folyamatosan búg benne. És még aznap este, hát ez ilyen 10 óra körül lehetett, 9:30, aznap este írta Péter a főbérlőnek, mert mondtam, hogy mondom, írja neki, majd reggel megnézi, aztán majd megmondja, hogy mi lehet ez. És írt a főbérlőnek, és a főbérlőnk még aznap válaszolt is, sőt, most mondjátok, hogy mennyire rendes főbérlőnk van már, át is jött, és lement a kazánházba, és elkezdett valamit kapcsolgatni, a telefonban pedig kérdezte a Pétert, hogy most hallod, nem hallod, hallod, nem hallod? És de milyen rendes már, hogy este 10-kor, mert amúgy itt lakik velünk is én, tehát hogy tényleg itt a második házba, és milyen rendes már, hogy este 10-kor átjön, és utána néz, hogy mi lehet a probléma. Ja, szóval elkezdett valamit kibe kapcsolgatni, és mondta Péter, hogy igen, ez az, erre a hangra kezd el az a búgó hang, vagy erre a kapcsolgatásra kezd el az a búgó hang kibe kapcsolni. És mint kiderült, ez a szellőztető nem a kazán szerencsére. Van nekünk ott is egy a nappaliba, meg a fürdőbe is egy ilyen kis szellőztető, mint ilyen kocka alapú valami, ami, hogyha
nagyon nagy vihar van kint, vagy nagyon fúj a szél, akkor így recseg, ropog tök hangosan. Igazából nem néztem utána, hogy ez pontosan mire szolgál, de szerintem arra, hogy így ne fulladjanak meg az emberek, hogyha bármi van, és jusson ki levegő, gondolom én. Vagy be levegő, tehát hogy ki be így tudjon menni a dolog. Tehát így gondolom valami keringet így a levegőt valószínű a lakásokba, hogy tényleg, hogyha bármi olyan szénmonoxid, hogy valami van, akkor ne fulladjunk meg. Én erre tippelek, de ha valaki tudja, hogy ennek mi a pontos funkciója, akkor írja le. És mint kiderült, ez volt a ludas, ez a keringető rendszer. Aztán mondta a főbérlő, hogy meg kell rendelni hozzá egy alkatrészt, és majd valamikor jön a szaki, aki megcsinálja, de hogy ez így eltart egy darabig, ezért olyan gyorsan, mert én már aznap, már utána másnap, amikor valamikor mondta a főbérlő, hogy mi van, már ez mi most holnap jön a fő, vagy most ma jön a mesterember, vagy mi van, titom, várjam. És akkor mondta, hogy ez nem fog ilyen gyorsan menni, ne aggódjak. Mert azért jobb szeretem, hogyha Péter van itthon, amikor ilyen mesteremberek jönnek, mert nem tudom, ez mégiscsak ő a férfi. Aztán én nem szeretek ilyeneket intézni, ilyeneket intézze a Péter. Na szóval, valamikor majd jön valaki, aki beszerel valamit, valami alkatrészt, és akkor majd... Most elvileg ki van kapcsolva ez a levegőztető, mert most nem halljuk búgni. És elvileg ezt nálunk kell majd beszerelni, igen. Szóval mindenképpen kell engedjük. És akkor remélhetőleg megint működni fog a szellőztető rendszer, és igazából ennyi a sztori vége. De tényleg így nem tudtuk elképzelni, hogy mi lehet, meg így totál rá voltunk parázva, én, jó Péter nem, de én így rá voltam parázva, hogy mi lehet ez a hang. Pétert igazából csak idegesítette, hogy mi búg, de tényleg már ilyen idegesítően hangosan búgott. Szóval, ja, fel kellett járni így a témának. Közben azért a kezem is járjon, ne csak a fám, ugyebár. De most már megvagyunk, még le is kéne törüljem valami nedvessel, de most így ez is jó. Jobb, mint a semmi, mert egyébként szerintem mindjárt fel kell Krisztófer, és még egy kávét jó lenne nyugiban meginni. Szóval ennyi volt a sztori igazából, ami így parába tartott minket egy napig, de én már tényleg nem tudtam elképzelni, hogy mi lehet, mi az, ami így búg, mondom, tuti a szomszédék vettek valamit, van macskáik, mondom, biztos vettek a hanyhalat is, vagy nem tudom. De nem, nem a szomszédék voltak a bűnösök, mi is a szellőztető rendszerünk. Ja. Most így hirtelen nem teszem be, hogy még akartam valamit mondani, de szerintem annyit akartam mondani. És most iszok egy kávét ebbe a csodás bögrébe. Hát nem gyönyörű, hát milyen szép. Nem mindig tudok a bögremániának nemet mondani, amikor meglátok egy-egy szép bögrét, de ez most annyira megtetszett. Úgyhogy most ebbe fogom inni a kávém. Csak előtte kell valamit betejet melegítsek, mert ezt az aranyat nem raknám be a mikróba.